Ez a fényképezőgép egy magyar gyártmányú, Dici névre hallgató kis fényképezőgép. Hát ezen tulajdonképpen csak a gombot kellett nyomni, semmilyen beállítási lehetőség nem volt. Aztán vagy sikerült, vagy nem. De valószínű, hogy sikerült, hiszen ettől még régebbi fényképezőgépek is vannak. Ennek a fényképezőgépnek a gyártási ideje 1938-ban volt. Ez volt az első fényképezőgép, amit használt, de nem az utolsó. A pillanatok megörökítésén túl elszánt gyűjtő is. Akár önálló fényképezőgép múzeumot is nyithatna. Várhegyi Lászlónak, a Nógrád megyei fotóklub egyik legaktívabb tagjának nyílt életmű kiállítása 60 év, 60 fotó címmel. A tárlat a Magyar Fotográfia napi alkalmából szerveződött augusztus 25-én a József Attila Művelődési és Konferencia Központban. Várhegyi László barátságos, szerény, segítőkész, szemlélődő, visszahúzódó, korrekt személy, igazi közösségi ember. Rá mindig lehet számítani, akár egy Breznó feletti lezárt sorompó szétszerelésénél, vagy egy számítógépes program újratelepítésénél, vagy éppen a hibáknak a kijavításánál. Várhegyi László 60 éve foglalkozik fotózással, munkáját a Fotóklub életmű díjjal is elismerte. Amire a legbüszkébb, hogy a MAFOS szalon egyik kiállítója is lehetett az Iparművészeti Múzeumban. Én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás a Laci részéről az életműnek, a 60 éves fotózásának az elismerése, egyrészt a Fotóklub részéről, másrészt mindannyiunk részéről, hiszen Laci egy meghatározó személyisége a Fotóklubunknak, és azt kívánom, hogy maradjon is az. És ebből az alkalommal szeretnék gratulálni neki, és átadni egy emléklapot, amelyik szerint Várhegyi László 2018. augusztus 25-én a 495. kiállító a Salgótarján fotogalériában. Lacikám, gratulálok! A Magyar Fotográfia napjához kapcsolódóan Várhegyi László kiállítása volt a negyedik a sorban. A megyei fotóklubba közeljövőben további 4 tárlattal emlékezik az évfordulóra.